a Fejlesztés Politikai Magazin támogatója, a Széchenyi 2020 program. Civilekből épít közösséget. Zugor Zsuzsanna szociálpolitikusként elkötelezett áldozatos munkával segíti a társadalom peremén élőket. Jelenleg az ECHO innovációs műhely elnökeként felügyeli a fejlesztő programokat. Oktatóként az Európai Uniós programokat igyekszik a non-profit szervezetekhez közel vinni. Az utóbbi években több Európai Uniós projekt pénzügyi vezetőjeként is dolgozik. Minden pályázatunkat megelőz egy társadalmi kutatás, tehát valós szükségetre írjuk a programjainkat. Széchenyi programirodával közösen szerveztük meg azokat a uniós források lehívására felkészítő tréningeket, workshopokat, aminek keretében sikeresen tudtak pályázni a szervezetek. Két ilyen konstrukció van, ami elindult már az önkéntesség, közösségfejlesztés és a védőháló a családokért. Itt a megyénkben egy olyan 30 nyertes szervezet van. Az ECHO innovációs műhely látja el azt a szolgáltatást, ahol a hátrányos helyzetben lévő kisebbséghez tartozó lakosság, a 25 év alatti, 50 év feletti aluliskolázott célcsoportot vetjük alá különböző fejlesztésnek. Úgy, mint mentorálás, kommunikációs képességek javítása, pályázatírás, hogyan kell megjelenni egy állásinterjún, mik azok a motivációs eszközök, amikkel el tudjuk érni, hogy egy több éve otthon ülő inaktív elhiggye az, hogy ő még értékes része lehet a munkaerőpiacnak. Zugor Zsuzsa számára mindennél fontosabbak a városban és környékén élőktől kapott visszajelzések. A köszönet egyszerű hétköznapi megnyilvánulásai, a megerősítés, hogy mintegy 50 főállású és több tucat önkéntes munkatársával jó úton járnak. Ami számunkra a legkedvesebb visszacsatolás, amit a lakosoktól, emberektől kapunk. Egy-egy köszönet, sokszor csak egy pici ajándék, amivel ők úgy gondolják, hogy nekünk tudnak kedveskedni. Vagy amikor bejönnek, és hogy köszönöm, hogy segített. Ez mind olyan, ami azt mutatja, hogy jó, hogy vagyunk, és szükség van ránk. Ugyanis a mi szervezetünk az nem csak egy szervezet, hanem a szeretet, az összefogás és a társadalmi felelősségvállalás miatt jött létre. A Fejlesztés Politikai Magazin támogatta a Széchenyi 2020 program.